Csak a változás állandó, egy olyan mérkőzéssel folytatjuk, ahol talán az élvonal két legnagyobb átalakuláson áteső csapata találkozik majd. Következik az Érd-Moson-Magyaróvár összecsapás a női kézilabda bajnokság 5. fordulójából. Köszöntöm Önöket, Márkus Ádámot hallják. Az Érd harmadik hazai fellépésén az első sikerére tör. Pályaválaszóként idáig a Vác és a Győr ellen is vereséget szenvedett Szabó Edina alakulata. Azonban mivel mindkét idegenbeli találkozóját behúzta, így egyelőre 50%-os a mérlege. A narancssárgák legutóbb szombaton léptek pályára a Budaörsön, és több idénybeli rekordot is felállítottak. Először nyertek 10 gólnál nagyobb különbséggel, illetve első ízben lőttek több mint 30 gólt. Ezek alapján alig ha meglepő, hogy Szabó Edina is elégedetten értékelt a mérkőzés után. Igaz, azt is hozzátette, hogy a mai egy merőben más hőfokú csata lesz, mint a múlt heti. Akkor hiányzott Angyela Bulatovics, most viszont ott van a keretben. Egyetlen változás a szombati meccshez képest. Bulatovics bekerült Vajdaluca kárára, de akkor nézzük névlegesen. Grinyeva, Takács, Bernát, Szabó, Bulatovics, Janurik, Kisvaludi, Klivinyi, Gulyás, Fekete, Szinyáté, Havronyina, Krüpesz, Szezák, Győri, Barján és Mireja González. Ez tehát az érdi összeállítás a mai napon. A Moson-Magyaróvár lesz lassan az örök ígérete a magyar női kézilabdának, hiszen mind tavaly, mind a mostani évadot megelőzően úgy apostrofálták az együttest, hogy komoly meglepetéseket is elérhet. Ám ehhez képest a múlt idényben be sem került a legjobb 8-ba, így a kiesés elkerüléséért küzdött, jelenleg pedig 4 vereséget tud csak felmutatni a nyugat-magyarországi gárda. A helyzetet persze árnyalja, hogy az eddigi ellenfelek mindegyike az első 6-ban zárta a 2014-15-ös szezont, ám a helyzete nem lett könnyebb Havati Tamás együttesének, hiszen azért pedig bronzérmes volt, azaz megint nem favoritként lép pályára a Moson-Magyaróvár. Egy nappal többet pihenhettek a vendégek, hiszen még pénteken játszottak a Siófok ellen, amely meccs tökéletesen összefoglalta a csapat helyzetét, mert megvolt a gárda esélye a bravúrra, ám hiába volt végig látótávon belül, a 60 perc után a balatonpartiak örülhettek. Ami pedig a mai keretet illeti, Csapó Kira, Szepes Ívet, Csala Anita, Tamires, Kis, Gerhát, Filipovics, Gyimesi Bauti, Stoják, Vizik, Hancvikkel, Vékási, Katona, illetőleg Dombi, ez Lavatyi Tamás összeállítása a mai napra. Vura József a másodedzője, nem akármilyen név a magyar és a győri kézilabdában, korábban hosszú időn át volt, még nem a győri Audi Eto, hanem a győri Graboplast Eto vezetőedzője, leánykori nevén a csapat. Andorka Miklós és Ukker Róbert vezeti a meccset, első ízen fújnak női találkozót a szezonban, tavaly kétszer dirigáltak idáig az Érdnek, a Vác otthonában győzött, Győrben pedig kikapott Szabó Edina együttese, még a Moson-Magyaróvárnak 67%-os volt a mérlege ezzel a kettőssel, kétszer győzött, egyszer pedig kikapott. A tavalyi szezon még Rót Kálmánnal kezdő, de végül is Lavati Tamással befejező Moson-Magyaróvári alakulat. Janurik Kingával kezd majd az érdi csapat. Janurik fellépett a klub NB1-es örök ranglistáján a 3. helyre, ami a lejátszott meccseket illeti. Kisaludi Anett vezet, Kovács Anna a 2. és Oguntoje Viktóriát taszította le a bronzérmes pozícióból Janurik. Az érdi klub kézilabda történelmének legtöbb NB1-es meccsel büszkélkedő kapusa tehát a válogatott hálóőr. Nézzük a többieket. Klivinyi lesz majd a bal szélen, Szinyáté a bal átlövő, Krüpesz Szezák a jobb szélen, Havronyina a jobb átlövő, Kisaludi a beálló, Barján Bianca pedig a csapat irányítója. Nem volt rossz mérkőzése Barjának a Budaörs elleni találkozó, hogy más nem mondjak, egyéni rekordot állított fel, 5-ször vette be az ellenfél kapuját. És akkor rend a lelke mindennek, most már valóban kezdetét veszi a meccs. Balról jobbra a narancssárga mezben láthatjuk az érdi együttest, fehér mezben a vendéggárda. És Stoják kezd Klavati együttesében. Barján, Havronyina, Kisaludi a szaggatotton kívül, Havronyina keresztmozgás Szinyátéval, a meccs első szabaddobása. Tamires is ott van a védelem tengelyében, a Győr kikölcsön össze a brazil beállós Moson-Magyaróvárra, és itt tett a cserekapus Csapó Kirával is.
Barján. Kisvaludi. Szinyáté 11 méterre a kaputól, aztán kihajította az oldalvonalon túl. Stoják hozza játékba a labdát. Nem sikerült lehúzni a bal szélre azt. Katona. Ő a kezdő jobb szélsője a Mosó-Magyaróvárnak. Változtatás beállóban Dombi Luca érkezett középre. Szinyáté megelőző szabálytalansága. Katona befutott második beállóban. Kis Nikolett. A jobb átlővő azonban most átment irányítani. Megint nála van. És ővi a meccs első gólja. Rendkívül tehetséges játékos Kis Nikolett, aki bevette Januri King a kapuját. Körpesztezák. Érdi szabad dobás. Szinyáté. Tavaly mindkét meccset az Érd nyerte, azonban mindkét találkozó rendkívül szoros volt. Klivinyi kijön a kapufáról. És azt hogy a lendületből a vendégcsapat. Kis. Szabadó Benzse felé. Hatos fallal kezd, azért mondanom sem kell. Azonban Bulatovics egyelőre nincs a pályán. És nem is cserél támadásból védekezésbe Szabó Edina. Kis. Filipovics nem kaphatta meg, Dombi szabálytalanul zárt. Januri pedig azonnal indítja hosszan Krüpeszezakot. Az első büntető a meccsen. És azonnal egy kétperces kiállítás. Hát ez rendkívül felelőtlen dolog volt. De lényeg a lényeg a harmadik perc végén. Filipovicsot kiszórja két percre Andorka és Hukker. Jön Mireia González elvégezni a büntetőt. Körülbelül szezonnak volt rontott hetese a Budaörs elleni meccsen. Kivédi a kapus Mireia González hetesét. Ez volt a hetedik büntetője a szezonban, négyet abszolvált sikerrel ezek közül. Gyimesi van bent bal átlövőben most. Rendkívül jó védő Gyimesi Kitti. Nem akar cserélni ember hátrányban alig, hanem az edző. Gyimesi. Szinyáté ragadta meg a grabancát. Gyimesi. Kis. Mert tovább. Kis Nikolett a második gólját szerzi. Itt pedig egy cunder, micsoda gól, Klivinyi. Fantasztikus találat. Rendkívül gyorsan reagált az érdi együttes. Jó ezren látogatta ki az Érd arénában, nincsen rossz hangulat a helyszínen. Kis. Gyimesi forgatta vissza középre, előkészítés Kisnek. Kisaludi tüntette el Kis Nikolettet, és villan a sárga. A legkevesebb sárgát és a legtöbb kiállítást kapta az Érd a bajnokságban. Nem szívlelik a bírók egyelőre a csapatot. Kis! Gyimesinek löbölte volna fel, így is eljött Gyimesihez! Janorik azonban kirúgja a labdát. Nem akármilyen bravúr. Szinyáté! Klivinyi elkapta még a sarokban Barján passzát. Szinyáté! Emberrel együtt marad a hazai gárdánál. Havranina. Barján forgatja Szinyátéhoz, ez is kijön a kapusról. És az alapvonalon ment ki végül is Stojákról a labda. És hát nyilván nem minden idők leggyorsabb játékba hozatala mindez, ember hátrányban ki ne értené meg.
visszatér Filipovic. Kis. Dombi váltott ki a szaggatotton túlra a beállóból. Filipovic. Kis húzza le a jobb oldalra Katonához. És egy új ember a Vácról érkezett. Érvényes gól. És Szinyaté berepülve próbál blokkolni. Övé az Érdiektől az első kiállítás. 5,5 perc elteltével. Havranina. Mireia González irányít ember hátrányban. Említettem Barján Biancánál a gólcsúcsot, ami a Budaörs elleni meccset illeti. Mireia González is 5-ször talált be a szomszédvárok csatájában, ami ugyancsak egyéni csúcsnak számít. Barján, Kisfaludi, Havranina, Mireia González, tökéletes a szabaddobás számára. Barján, Mireia González, két balkezes átlövő tehát, Krüpeszezák, Mireia González, marad a hazaiaknál. Havranina, csak imitálta a lövést passzív játék közben. Egy átadás után alig, ha nem lőni kell. Havranina, bele a blokkba, Tamire sáncolt. A télen szerződtette a győri együttes Tamirest. De azért Brock és Lőke mellett nem sok reménye van. Nincsen bent a labda. Janurik nyugtatja meg egy picit a játékot. Klivinyi. Barján. Havranina. Kisfaludi. Mireia González. Elvették az Érdiektől a labdát. Kis. Na lesz egy gyors indulás utáni találata a Mosonmagyaróvárnak. Filipovic. Jó, a tovább tett labda, és ez is bent van. Hát nem kezdi rossz formában a mérkőzést. A vendégcsapat, azt meg kell hagyni. Megint Kis Nikolett a harmadik találatát szerzi már. 43 korosztályos meccsen 162 gólja volt az elmúlt szezonban Kisnek. Győri kötődi is. A nagyok között is igazolja azért hírnevét. Kiegészült az Érd, Mireia González. Stojákról visszapattant a labda, Kisfaludi kap szabaddobást. Szinyaté! Ügyesen csinálja a második érdi hetes. A Mosonmagyaróvári tábor előtt az ítélet. Mireia González rontása után jön Katarina Krüpeszezák. Bejtette, mondom én, de mellé megy a labda. Kettőből semmi, ami a büntetőket illeti az érdi csapatnál. Komoly felelőtlenségek meg kell hagyni. Kis. Apró technikai baki, de mehet tovább. Szepesi. Már nem csak játékosként, hanem edzőként is tevékenykedik. Szepesi ívet. Miközben szabaddobást kap a Mosonmagyaróvár. Korsós kárára. Illetve Szepesi kárára Korsós favorizálták a győr színeiben. Ezért kellett végül távozni a Szepesi Ivednek, aki létszám fölöttivé vált a győri Audietónál. Viszont nem csak adtak játékost a győriek Mosonmagyaróvárra, Tóth Gabriellát rendelték magukhoz. Nagyszerű csel Filipovicstól, azonban Janurik védése sem akármilyen. Szinyaté! Barján most már nem kell, hogy megkülönböztetőt viseljen, és a harmadik érdi büntető már. Sőt! Ebből nem jön ki rosszul azért a hazai csapat, ezt leszövegezhetjük. Krüpeszezák.
Rüpeszezák hetese, ez már gól. 3-1. Filipovics Szepesi futott be középre, ott nem lehetett kapura fordulni. Sandra Filipovics kiajtotta oldalra, szabad dobás befelé. Barján most 5-1-et védekezik ember előnyben. Pontatlan átadás. Jöhet a hazai alakulat, Klibinyi hosszú indítása, hajszál pontos, micsoda gól volt ez! Előrébb volt a lövőjátékos, mint a kapus. Borzasztó rosszul jött ki a hálóőr, de ne feledjük el, hogyha itt szabálytalankodott volna Stonyák, akkor azonnali piros lappal kellett volna kiállítani. Katarina Kröpes-Szezák nem ezen lamentált, hanem bevette az üresen tátogó kaput. Ez is az Érdé. Janurik. Mireia González. Szinyeté. Barján begyűjtötte még a labdát, Krüpesz-Szezák. Mireia González. Kitolja a kapus. Ez egy komoly fluktuáció volt a kapusposztot illetően is Moson-Magyaróváron, hiszen két olyan ember van most a keretben, a számításba a vehető hálóörök között, akik tavaly még nem alkották a Moson-Magyaróvári kapusposzton a megoldást. Snek volt még ott, valamint Petróci Viktória, akit reaktiváltak a szezon közben, később visszavonult. Janurik véd egyet, utána viszont szabadobás a Moson-Magyaróvár javára. És egyenlő létszámban a felek, továbbra is Barján védekezik zavarót. Kifogja Janurék, de ezt is visszarendelik. És Mireia González kap egy sárga lapot. Ez is semege Januriknak. Aztán pedig már figyeli Katarina Krüpesz-Szezákot. Ez is ment van. Utólag talán még egy 2 perc gyanús szituációt is fejlészhetünk Filipovicsnál. Oda nyomott egyet a kitörő szerbnek, de ezt végül nem érezték olyan súlyosnak a bírók. Dombit egyelőre eltünteti az érdi csapat, amely azért nagy szó, mert tavaly idényben jól teljesített Szabó Edináék ellen. Kis Filipovics a kapus lábai között. Ez bravúros találat volt Szandra Filipovicstól. Gyorsan elvégzett középkezdés, Szinyaté belefordult a védelembe. És elég rohanós a találkozó. Dombi próbál zárni Filipovicsnak, mehet tovább. Kis. Jön a felállt fal elleni játék. Nincs gól. Szinyeté. Átmenetileg 6-5-ben rohamoz az ért. Barján betalál. Faltal együtt lőtte be a labdát Barján Bianca. Filipovics. És próbálta preferálni Dombi Lucát. Remekül halász el az érdi védelem a labdát. Mireia González, húha! Szepesi alaposan bekóstolta. Szepesi érkezett, Hajtai Vanessa pedig távozott, ami a bal szélt életi Moson-Magyaróváron.
Dunaújvárosba szerződött a tehetséges bal szélső Vince Melinda mögé. Szinyaté! Jöhet a törlés. És hát irigykedve figyelhetik egyelőre a mosonmagyaróváriak az Érdi arénát, de nem sokára most már valóban elkezdik érdemben építeni a vendégcsapatnak is a csarnokát, majd a későbbiekben beszélek róla. Jelenleg nem is Moson-Magyaróváron, hanem Moson-Szolnokon játszik ez az együttes. Szinyaté, Klivinyi. Varján teszi tovább Szinyatéhoz, Klivinyi a sarokban. Nem tudta kipördülni magának a lövőhelyzetet. Két egykori váci csatája, Katona és Klivinyi között. Barján, Szinyaté, test mellett, Stoják. És már nem tudta begyűjteni Katarina Krüpeszezák. Zseljen a Stoják, jól kezdi a meccset. Filipovics. Kis, gyönyörű befutás Szepesitől, ezt már nem lehetett kihagyni. A mosonmagyaróváriak házi góllövő listáján Szepesi Ivet igencsak előkelő helyen áll, csak Kis Nikolát előzi meg. Ez volt a 21. gólja Szepesinek, a meccs előtt 20-20 szanállattal álltak Kissel. Az első helyen Mireja González, Kisfaludi. Tamires igencsak össze-vissza rohangált ebben a védekezésben, nem véletlen kapja meg a sárga lapját. Krüpeszezák, Barján, átment most a jobb átlövőbe, bejátsz a Kisfaludihoz! Szenzációs találat! Ezt ragyogóan oldotta meg az Érd. Kis lehúzása jobb szélre, az mint a vonal lett volna. Ezzel együtt Katona Flóra a befejező ember. Krüpeszezák, Tamires megint lemaradt, Kisfaludi! Újabb két perces kiállítás a meccsen. Kis Nikolettet kellett leküldeni. Barján. Nincsen belemenés, Tamires szerette volna kiharcolni. Szepesi. Krüpeszezák! Furcsa egy szituáció volt, szó. Mert végül is annulálták a találatot, de Szepesi meg hazadta kvázi a kapushoz ezzel a mozzulattal. No mindegy. Sandra Filipovics. Mireja González még időben engedte el. Filipovics. Szinyaté mellett enervált próbálkozás. Janurik. Oda ment a labda, ahol állt. Szinyaté. Összeszedik Krüpeszezák. És ez már bent van. A hetesnél nem jött be az ejtés. Mezőnyből viszont már összejött a pöttyintés. Katarina Krüpeszezák az Érd házi gólkirálynője egyelőre a bajnokságban. És most is megszórja magát a találkozó kezdeti fázisában. Filipovics. Most ő az irányító. Nincsen balkezes átlövő a pályán, a vendég oldalon. Szepes és Szinyatéval karöltve. Filipovics. Szabályos labdaszerzés. És még az indítás is pontos. Takács Kitti, gól!
Az első két bajnok ilyen betalált, Takács Kitti, utána a Győr és a Budaörs ellen nem jött ez össze. Most azonban beküldte Szabó Edina, és egy leindítás végén találattal hálálja meg a bizalmat. Dombi, Filipovics, Mireia González védekezik, miképpen Janurik is. Egy helyen lehetett előni a labdát, Gyimesi próbálkozását pedig olvasta az érdiek kapusa. Livinyi, Szinyáté, fantasztikus gól, azonban van egy szívséghibája, ellépte közben. Filipovics, Gyimesi. Dominek alacsonyan van a súlypontja, ezzel lehetne keresni valója Szinyáté és Kisfaludi ölelésében, csak hát egyébként sem hagyja magát. Dombi, ez pedig kifogta Janurik Kinga. Óriási reflex mozdulat. Klivinyi, Kisfaludi, szabad dobás. Barem a kezében a labda, Mireia González. Havronyina most fújhat az utóbbi percekben. Mireia González Klivinyi lendületből alaposan fölé, és nem kapott ezek szerint a kezére sem. Szóval említettem, hogy Dombi nem termelt rosszul a tavalyi Moson-Magyaróvár érd összecsapáson. Hatszor talált be akkor Dombi utca. 32-29-re nyert idegenben azért, 26-23-ra pedig hazai pályán a 2014-15-ös szezonban. Szepesi! Lágy bejátszás Dombi környékére, Gerhard Fanni van a pályán. Jogszörről nem lehet próbálkozni, Gerhard kicsúszott a kezéből. Megint egy hosszú indítás, Takács! Az igen! Szinte már lőnie kellett, amikor a kezébe került, de megcsinálta bravúrosan. A második gólja Takács Kittinek. És egyelőre a leindulás gólok, a szélső gólok abszolút ülnek az érdi gárdánál. Gerhard. Filipovics fújhat egyet. Gyimesi. Gerhard. Mireia González a kettes védő, illetőleg Klivinyi, a hármas pedig Szinyáté és Kisfaludi, ez is egy rossz próbálkozás. Szinyáté. Mireia González. Takács. Most Klivinyi irányít ebben az akcióban, Barján a balátlövő. Klivinyi lábat ért a labda, Gyimesi Kittiét. És egy időkérés Szabó Edinánál, az érdi szakvezető szakítja meg a mérkőzést. A 23. perc közepén járon 9-7-re vezet. Jelenleg az érdi csapat, amelyből Krüpec Szezák szerezte a legtöbb gólt. A mezőnyben is ő a legeredményesebb, a másik oldalon pedig Kis Nikolett az, aki háromszor vette be a kaput. És hát említettem, hogy Moson-Magyaróváron akkor épülhet az új csarnok, akkor nézzük a részleteket is, mert letették a létesítmény alapkövét ünnepélyes keretek között, nem is oly rég. 240 milliós kormányzati támogatást is kap a város, annak érdekében, hogy meglegyen mindez, és végül 400 millió forintos munkából épül meg maga az aréna. Nagyjából 1200 főnyi befogadó képessége lesz majd. Ez körülbelül nem egész a fele az Érd arénáinak. Kisfaludi szabad dobása. És most már nem számít elsődlegesen a Győr fiúk csapatának a Moson-Magyaróvár. Nem mondhatjuk, hogy a Győr 2 lenne. Tehát ez Kisfaludi számára azért mégis a pikáns meccs, hiszen ne feledjük el, ő Eto nevelés.
az utolsó 10 percen belül, tehát Krüpes Szezák, Kliwinyi, az igen! Egy bombagol Kliwinyi Kingától a második találata a meccsen. 10-7. És most támadásban is ott van Tamires. Rotálja az övéit, rendesen az edző, visszatér Szandra Filipovics. Gerhát. Gerhát ezúttal megjátszhatatlan volt, kilépett le Küpes Szezák. Jó védekezés. És hát van még egy új ember a pályán, a Mosonmagyaróvárban. Bizik, akit szintén pályára küldött. Klavati. Éppen hozzá a leosztás a balszélre, Janorik Takes, Semege, Tamires. A Hóri Horgas játékosok csatáját Tamires nyerte Szinyaték árára. 10-8. Barján. Krüpes Szezák megtalálta Kisfaludit, aztán meg ő lövi be. Hát ez milyen gól volt? Az ötödik gólja Katarina Krüpes Szezáknak. Az egyéni csúcsa 9 érdi színekben egyéb iránt. Nincsen belemenés, van viszont büntető. És a kapuscsere jön Svetlana Grigneva. Minden eddigi mérkőzésén volt kihagyott büntetője az ellenfélnek. Az érdiek Szetijével szemben, a lövő pedig Szepesi. Beejtette Szepesi, de milyen mozzulat volt ez? Hát ilyen magas ívű ejtéseket azért nem igazán látni. Parádés produktum. Én már azt hittem, hogy fölé száll, de hát a gravitáció vele volt, ezt gyönyörűen számolta ki. Barján. Krüpes Szezák. Takács. Barján nem pattintotta le a jobb szélre, Kisaludival szemben nincsen falt. Zárkózhat a Mosonmagyaróvár. Gyimesi. Elég ólomlábakon járt. Ez már egy gyorsabb próbálkozás Janurik bravúrral. A kipattanó viszont már más műfaj, és egy ápolás mindeközben még az iménti szituációt követően. Bulatovic azért nem játszik még, nem 100%-os. Az elmúlt szezonban elkerülték a komoly sérülések az érdi csapatot, és egyelőre azért idén sem áll olyan rosszul Szabó Edina gárdája, de hát mindenképpen fontos láncszem Kisfaludi Anett, aki az elmúlt meccset követően azt mondta, hogy legalább a hajszíne miatt figyeljenek rám, és azért a játékával is szolgáltat okot arra, hogy nézzék a produktumát. Barján. Kliwinyi. Mireia González. Krüpes Szezák. Váltott egy 5-1-re, avagy 3-2-1-re a Mosonmagyaróvár. Varjálják még egy kicsit ezt a felállást. Szabadobásra felé Kisfaludi harcolta ki. Belül az első játékrész utolsó 5 percén, ha még nem mondtam volna. Takács. Kliwinyi. Megpróbálta Takácsnak kiharcolni a lövőhelyzetet. Szabadobás. Mireia González. Kisfaludi megjátszhatatlan volt. Két helyen is faltolt a Mosonmagyaróvári védelem. Egyrészt a passzó, másrészt a fogadó játékossal, Mireia Gonzálezzel, illetve Kisaludival szemben. Passzív játék, és egy kapufa a vége. Stoják! Lépdelhet felfelé Hlavati Tamás együttese, miközben azonnal egy csere, Vékási Fruzsinát kapta le. A szakvezető a pattogós védekezés után jön a statikusabb támadójáték. Gerhát. Eladott labda. És rondolhat az érd. Kisfaludi.
szabadobás. Szinyaté pedig fut le a pályáról, hogy jöhessen Barján Bianca. Mireia González. Barján. Mireia González lehúzás. Krüppes Szezákhoz telibe lövi a kapust. Megcsuklott egy kicsi staják, de ezt felírhatjuk a védés kategóriába. És apaszthatja a differenciát a Mosó Magyaróvár. Gyimesi elcsúszott a passz pillanatában, Katona Tamires. Egyelőre még csak Szabó Edinak érte ki az idejét az első játék részben. Gerhát 4 gólt szerzett a Siófok ellen, akkor kis volt az egyik legjobb játékosa most időt kérő Mosonmagyaróvári csapatnak, hiszen Kis Nikolett nem kevesebb, mint 8 alkalommal vette be a siófoki kaput. Rajtuk kívül még Szepessé volt a kiemelhető játékos, ő 6-szor talált be, igaz ebből 3 büntető volt. És akkor a Hlavati Tamás féle időkérés, az elmúlt szezon hajrájában igazolták Róth Kálmán helyére Hlavatit, akinek azért ez egyáltalán nem volt egy könnyű döntése, hiszen a Slavia Praha vezetőedzői pozícióját hagyta ott, a magyarországi lehetőségét, elmondta, hogy nagyon nehéz döntés volt, és igencsak sokat hezitált azon, hogy elfogadja-e a felkérést, vagy sem, de végre azt mondta, hogy ez egy hatalmas kihívás számára, és emiatt fogadta el mindezt. Emellett ő utánpótlás kapitányként is számon tartott ember Csehországban, úgyhogy azért nem egyszerű összeegyeztetni a klub kézilabdát a válogatottal, de hát azért láthatjuk az igazolásokból is, hogy él ez a szlovák, illetve a cseh vonal a Mosonmagyaróvárnál. Kicsit ilyen előre menekülés szaga is lehetett ez, mert ahogy mondtam, azért már kicsit lazább ez a kötődés a Mosonmagyaróvár és a Győr között. A cseh és a szlovák piac pedig korán sem telített még, ami az igazolásokat illeti Magyarországra. Óriási kapufa! Nem tudta csökkenteni a különbséget. A Mosonmagyaróvár 11-9 az állás. Szinyaté! Most adja el a pályát Mariana Szinyaté. Barján! És most visszaállt 6-os falra egyébként a vendéggárda. Klivinyi! Megpattan a lövés, Klivinyi is elterül, a fejét fogta egy pillanatra, de aztán összedrótozza magát. Mireia González, Barján. Klivinyi csak imitálja a lövést. Tökéletes a szabaddobás is számára. Barján, passzív. Kisaludi zár Mireia Gonzáleznek. A vendéggárdája a labda. Stoják. Igen, csak elröpült az első játékrész szómiszó. A kérdés, hogy milyen különbséggel vonulnak pihenőre a felek, jelenleg plusz 2 azért szempontjából. Gerhát. Ezek futott be középre. Szinyaté védekezik. Nincsen ezért 2 perces kiállítás. És hát az érdi hátsó sorra ezúttal sem lehet panasz. Megint alacsony gólszámon hozzák le az első fél időt, mondom ezt ennek ellenére, hogy egy gyilkos góllal zárkózik 11-10-re a Mosonmagyaróvár. Krüppes Szezák, nincsen belemenés, Klivinyi lövi el a labdát, kifogja Stoják. És akár még egalizálhat is a vendég együttes Klivinyi, ügyesen előzte meg a komolyabb problémát. Janúrikban pedig el is akadt a kísérlet, szóval egy fél időt követően vezet az érdi együttes. Nagyon minimális a különbség, de egyelőre az érd szájíze szerint alakulnak inkább a dolgok, hiszen a védelmek dominálnak. Meglátjuk, így lesz ez a második játék részben is. Egy gólos érdi előnyről veszi kezdetét a második félidő, és ha úgy tetszik, az egyenlítésért támad a fehérmezes Mosonmagyaróvári alakulat, amelybe visszatért a jobbátlövő Kis Nikolett,
aki 3 góljával a csapat legeredményesebb játékosa, a Rajnohova kis. Rajnohova és a Hlavati vonal, mondom, több cseh és szlovák játékos is érkezett a nyáron Mosonmagyaróvárba, rengeteg távozó pótlására. Rajnohova kilép Kisfaludi a védelemből, Kis ezt is bevágja, 11-11. Kis ellenszerét egyáltalán nem találta meg idáig az Érd, de hát még messze van a meccs vége. Szinyáté, Livinyi, egyetlen egy gólra van Tóth Tíme a eredményétől, amivel az Érd NB1-es történelmének harmadik legeredményesebb játékosa lehetne. Takács, Szinyáté, Livinyi, pontatlan bejátszás, és fordíthat a Mosonmagyaróvár. Rajnohova, Janurik, és nincsen bent. Nincsen meg a vendégek vezetése. Janurik néz kérdően, hogy ki ezt tegye. Hávronyina lett a megoldás. Livinyi Kinga. Két meccsen 10 gólt szerzett tavaly a Mosonmagyaróvár ellen. Most sem jön rosszul ez az ötös átlag az Érd számára. Ez is egy 2 perc. Rendkívül korán. Egy perc, 43 másodperc elteltével Gyimesi Kittit szórja ki a játékvezető. Klivinyi, Krüpeszezák, keresztmozgás Havronyina és Szinyáté között, Klivinyi, jó lábmunka Szepesitől, Krüpeszezák, Havronyina, meglepő átadás, Takács nem is tudott felugrani olyan magasra. Rajnohova. Éppen Hlavati egykori csapatából, a Slavia Prahából érkezett Rajnohova. A cseh válogatott első számú irányítója. Továbbra sem tudja átvenni a vezetést a Mosonmagyaróvár, Szinyáté, Livinyi. Szinyáté töltés nélkül tüzelde bent van. Sokkal veszélyesebb idáig ebben az évadban Mariama Szinyáté, mint volt első érdi szezonja során. De ne feledjük el, hogy mondtam, nem volt sok sérülés Szabó Edina alakulatában. Pont Szinyáté volt az, aki az MTK elleni december 30-ai meccsen egy apróbb fájdalomcsomagot összeszedett. Egy időben pihentetnie is kellett, a szakvezetőnek belemenés gyanús volt. Kis fordul bele Szinyátéba, de Szfaltnak fújták. Rajnohova adja el. Havronyina, Klivinyi szaporázza a léptét. Micsoda csel után! Klivinyi Kinga utolérte Tóth Tímeát az Érdi klubházi góllövő listáján, és ezzel a harmadik legeredményesebb holtversenyben. Kovács Anna vezeti ezt a mutatót egyéb iránt. Wolf Alexandra pedig a második. Rajnohova, Kis. Filipovics. Rajnohovára lépett ki Havronyina. Bent van Dombi a pályán. Ez pedig azt jelenti, hogy kiegészült a vendégcsapat kapufa. Szinyáté. Livinyi nagyon jó bejátszás volt, azonban egy szenzációs bravúr Stajáktól, és ez nyilván nem hazaadás, mert hogy Kisfaludi belül fordult át, ezért adtak szabaddobást. Utána pedig az Érdi a labda, Tamires belemenése miatt. Klivinyi a kapus lábai között, némi Gellert is kap a labda, de Klivinyi negyedik gólját szerzi a meccsen. Tapad Katarina Krüpes Szezákra nem csak a mai találkozón, hiszen a meccs előtt Klivinyi volt a házi góllövő lista második helyezettje. Rajnohova. Kis. Rajnohovától pattan tovább a labda, Kis Nikolett. Visszarendelt szabadomás, valóban volt egy kontakt. Dombi. Rajnohova. Megint a balkezes az irányító, és két jobbkezes az átlövő. De ez csak átmeneti állapot. A
figura függvényében. Kis Rajnohová előkészít Kisnek, Janurik bravúrja! És aztán Szinyeti és Dombi párosából a légiós jön ki nyertesen. Eladott labda, amiután visszakerült Livinyéhez. Kisfaludi pedig nem tudta tovább sodorni Krüpeszezakig. Krüpeszezak végig a pályán, de alkalomattán van cseréje. A tavalyi alternatíva Jekatyerina Kosztyukova hazatért Oroszországban. És most egy ifi játékos, Bernard Dorina van a pályán, aki megszerezte első élvonalbeli gólját a Budaörs ellen, és helye külön díját a legeredményesebbnek járó, vagy a legjobbnak járó díjat Szabó Edina neki szavazta meg, mint egy gesztus gyanánt. Klévényé pedig most a pályán tesz azért, hogy ő is ott legyen a legjobbak között. Az ötödik gólja már a meccsen Klévényé Kingának. Rajnohová. Csak hátra tudja tenni. Kis. Ez szabálytalannak tűnt. Angyela Bulatovics a falban. Lépésről lépésre építi vissza Szabó Edina a montenegróit. Neki van a legtekintélyesebb eredménylistája az érdi keretben. Rajnohová. Kis. Kisvaludi lépett ki rá. Szabad dobás. Érdekesek, hogy Bulatovics kettes védőt védekezik ezúttal. Kisvaludi Szinyeti a hármas. Kisnek lépett oda Bulatovics, és aztán mellette szerez gólt. Kis. Valószínűleg azért küldte be Bulatovics a Szabó Edina, hogy Kisnek megtalálja az ellenszerét. Ez azonban nem teljesen nőn össze. Tamires. Zárkózik a Mosó Magyaróvár. Egy gyorsan befejezett akció Szandra Filipovics-tól. Szinyeti. Klivinyi. Havronyina, ez bent van. Hogyha van lövőterülete Havronyinának, akkor ő azért tud teljesíteni. Csak hát itt van az ok, amiért el tudta lőni a labdát, egy szabálytalan zárás. Ami miatt Moson Magyaróvári szabad dobást ítélt a játékvezető. Kis. Rajnohová. Oda sem nézett a passz pillanatában Filipovics. Rajnohová ezzel együtt nem lőhetett. Rajnohová. Kis. Enervált próbálkozás egy fal tárán állította meg az érdi fal Kis Nikolettet. Filipovics. Rajnohová, ez szenzációs passz volt, teszem hozzá halkan. De Szinyeti mellett nem tudott kapura lőni Dombi Luca. Rajnohová. Kis. Elképesztő szerencséje van Kisnek. 12 méterről felugrik a kapufáról, kipattan, de Janurik hátáról bemegy. A legjobb Moson Magyaróvári Kis. Szinyeti. Kisvaludi. Ez azért nem akármi volt, ahogy kibirkózta magának. Mint egy birkózó, amikor megpróbál kikerülni a szorításból, úgy brusszolt középen, és aztán megtalálta a rést, ami után megszerezte ezt a találatot Kisfaludi Anett. Azonnal jön a válasz. Filipovics. Beugrott a szaggatotton belülre, utána pedig már nem volt problematika. Klivinyi, Krüpeszezák. Hetes. Mit hetes? Még egy 2 perc is. Rajnohová a kiállított játékos. Idáig minden meccsen több kiállítása volt az ellenfélnek, mint az érdnek, mint az ellenfelének. Most azonban fordulhat a kocka. Havronyina is ront egy büntetőt. Szokás szerint a 3 balkezesével löveti a heteseket Szabó Edina, de az is a megszokott most már ebben a szezonban, hogy szinte mindannyian elrontanak egyet meccsenként. Kis. Ah,
Ábrányira mellett a tovább tett labda. Kis nem kaphatja vissza. Érdemben legalábbis egy lövő helyzet legyen. Zavaró védekezés az érdnél. Filipovicson a pióca szerepkör. Kis. És most vették el a játékvezetők. Klivinyi. Szinyaté. Takács. Elröpült a meccs két harmada. Kisvaludi. Körülpesszezák. Klivinyi lepatintja a bal szélre. Ez most nem hetes ezek szerint. Takáccsal szemben szinte bizonyosnak tűnt a kontakt fentről. De hát ezen a meccsen azért a bírókkal tán annyira nem kell foglalkozni. Az eddig tapasztaltakkal szemben eddig a legkorrektebb és a leginkább következetesebb játékvezetést látjuk. Bouti. És sincs régóta a pályán, mehet tovább ez is. Oldalt ment ki Janurikról. Mondtam Kisnél a korosztályos mérleget. 45 meccsen több mint 110 gólt szerzett Bouti. Ugyancsak a korosztályos bajnokságban. Most viszont a rutintalanságból fakadóan elhagyja a labdát a Moson-Magyaróvár, Szinyaté indítja Klivinyit, utána pedig Sajákban lövi Szinyaté a labdát. Sérült Szemereid, ettől függetlenül megvan az első számú kapusa, úgy néz ki Hlavatinak. Kis, Dombi. Klivinyi repült volna ki a védővonalból, Kis Saludi tolja ki ijjebb Dombit. Rajnohová, kiegészült a Moson-Magyaróvár. Bulatovics. Hát ő a hatossalban is zavaró, nemhogy amikor előre lép. Rajnohová és Bulatovics párosa. Filipovics. Ez kimarad. Viszont sáncot ért ezek szerint. Dombi. Visszakapja Dombi, nincsen belülvédekezés, és hát háttal volt a kapunak Dombi. Ez is közrejátszik abban azért, hogy nem tudott hetes kiharcolni, viszont Szinyaténak itt van a második két perce, és ez még egy fájó pont lehet, hiszen veszélyeztetett lesz Máriává Szinyaté, miközben kapja Barján a megkülönböztetőt. Rajnohová. Kis. Filipovics, Janurik, fejbe találta szegényt a labda. De hát ez mutatja, hogy milyen szikla kemény egy kapus. Azonnal felállt a KO-ból. Kisvaludi. Nagyon szoros meccs, és ugyanaz a forgatókönyv, mint tavaly. Szívós ellenfél a Moson-Magyaróvár. Erről a Siófok is tudna beszélni, mint már említettem. És ezúttal is megmutatják azért, meg villantják oroszlán körmeiket. Klivinyi. Kapu mellé. Csapó Kira volt az, aki felállt és reklamált. Neki nem kellemes emlék az Érd Aréna. De majd az élőkép után elmondom, hogy miért. És gondolhat vissza fájó szívvel erre a csarnokra. Zicser Janurik védéssel. Hát ő azért tesz, hogy katonának se legyenek kellemes emlékei az Érd Arénáról és Janudi Kingáról. Szóval Csapó Kira 2014-ben bronzmeccsen védett az Érd Arénában a Dunaújváros színeiben, de egy szerencsétlen mozdulatot követően kifordult a lába, és fél évet kellett kihagynia. Pont azután, hogy Dunaújvárosból Győrbe szerződött. Ki tudja, mekkora kihagyás ez, és mennyire veti vissza a karrierjét. Mireia González, Hávronyina. Krüpeszezák. Átlövésből tökéletes számára a szabad dobás. És Szabó Edina kihasználja a második időkérését a 44. perc végén. Hát igen, mondtam, hogy szoros a meccs, 16-15, ami azt jelenti, hogy egyetlen egy gól a differencia. És hát egyáltalán nem lehet nyugodt azért, mert amennyit ront a Moson-Magyaróvár, simán vezethetne, igaz az érnek is azért.
megvolt az esélye arra, hogy több góllal vezessen, mint egy találat. Kröpes Szezák és Klivinyi 5-5 találattal vezeti az érdi házi góllövő listát ma. A másik oldalon Kis 6-nál jár, Filipovics pedig 5-ször vette be idáig az ellenfél kapuját. Ami pedig a sorsolást illeti, azért valamelyes lassan már fellélegezhetnek a mosómagyaróváriak, mert ennél rosszabb szériát nem nagyon kívánhat magának csapat, mint amelybe belekerült a hosszabb időkérést tartó együttes. Ellentétben az Érddel, amelynek azért valamelyest kellemesebb most az élete, mint volt mondjuk a tavalyi szezonban, amikor egymás után játszott a Győrrel és a Ferencvárossal, és azért egy kicsit nagyobb a csapat számára az átfedés. Játszott a tavalyi 8-kal, most a 10-kel, de a 9-kel is mérkőzött, az újonccal szintén, a következő meccs pedig a tavalyi 11. MTK elleni lesz. Kisfaludi szabad dobása, Havronyina, azt a nem jóját! Lehet, hogy nem élete meccse, ami a gólok számát illeti, de hát a mennyiséget valamelyest azért pótolja a minőséggel, Jöli a Havronyina. Ámoly világ. Én a Győr elleni meccse majd a Mosonmagyaróváraknak, nem erre gondoltam, mint ami könnyű. De azt követően azért már lazább a sorsolása a csapatnak, ami a bajnoki szünet utáni időszakot illeti. Kimegy a labda. Egy hosszú indítást adják, megint rosszul jön. Katarina Kröpes Szezák pedig ezzel több, mint elégedett. A 6. gólja a mérkőzésen. 18-15. Amikor is negyed óra van még nagyjából a találkozóból. Kis. Angolul talán mókásabb lenne a neve, de a magyar pályákon sem játszik rosszul Rajnohová. Ez egy zicser volt. 18-16. Szinyati a pályán. Havronyina gólja amúgy az első találat volt jobb átlövőből a meccsen. Tehát az első olyan találkozza, amikor kicsit dadog ez a csapat rész. Szinyati. De hát viszont a többiek jól produkáltak idáig. Most elakadt Havronyina kísérletes rajákban. Katona, Gyimesi, Rajnohová forgatja át a bal oldalra, Rajnohová, Gyimesi, Tamires a beálló, eltüntette Szinyati, és érkezik is Dombiluca. Kis. Rajnohová váltása Kissel. Megint egy átlövés, ekpattan a blokkon. Januri Kinga korrigálja a mozdulat sorát. Szinyati elhagyja. Belement a kockázatba Mariama Szinyati. Rajnohová csente el. Szepesi tovább. Rajnohová. Gyönyörű mentés. Janurik. Ezt így hazadásnak ítélték. Sőt, nem is hazadásnak, de pillanatra azt hittem, hogy kintről hossza vissza Janurik. Azért a Mosonmagyaróváré. De végül is hazatett labdának látták ezt a sporik. Dombi szabad dobása. Kis. Havronyina volt a kilépő ember. Rajnohová. Kis most csak a bejátszást preferálja. Majd a passz, Kröpes Szezák labda szerzése. Nagyon koncentrált játék Kröpes Szezáktól, a passz után pedig Satuba fogta a mosomagyaróvári védelem Kivinyi Kingát. És kap is egy hetest azért. Nem csak szabadobást végül. Barján a pályán.
Nyeté. Havranina. Nyeté átjátszott a Tamírest, Stoják. Nem volt esélyesen elugorni a labda elől. Nem mondanám, hogy a legtudatosabb védése volt Stojáknak is. Nyeté. Elragadta egy picit a hív. A Budaörs ellen ezért kapott egy 2 percet. Nem volt ez azért olyan durva. Talán itt jobb ítélet született, mint akkor a Karajossal szembeni megmozdulása utáni 2 percnél. Rajnohová. Nyeté megint az esemény a sűrűjében. Átlépett a dolgok, illetőleg Filipovic feje fölött is. Rajnohová. Röpesszezák megelőző faltja, lassan lőni kell. Tamires. Középen egy szabálytalanság, és 2 percet kap Klivinyi Kinga. 11,5 perccel a mérkőzés vége előtt közelebb lopakodhat a Moson-Magyaróvári csapat. Egy labda nélküli szabálytalanság váltotta ki a játékvezetőkből ezt a 2 percet. Rajnohová. Kis. Letette a T-betőt Hlavati Tamás is. 2-2 időkérést elégett tehát mind a két edző. Egyszer-egyszer nyúlhatnak még bele a mérkőzés menetébe. 18-16-os érdi vezetésnél tehát. 7-en találtak be az érdiek közül, 6-an a Moson-Magyaróvárból. Mondjuk ez nagyjából összefüggésben van azzal is, hogy alacsonyabb a találatszám. Mondjuk egy átlagos kézilabda mérkőzésen, de hát ez a védelmeket is dicsérje, mellett hogy a támadósorok minimális kritikája. Szóval mondtam, hogy a Győr ellen zárják a válogatott szünet előtti szakaszt a Moson-Magyaróváriak. Utána viszont a Budaörst fogadják, utaznak a Váchoz és az NTK-hoz, majd a Debrecen ellen hazai pályán mérkőznek. Ezeken a meccseken, ha nem is mindegyik alkalommal számít favoritnak a Moson-Magyaróvár, bár a Budaörs és az NTK ellen talán igen, de mind a Vác ellen idegen, mind a Debrecen ellen hazai pályán azért elképzelhető pontokat sem majd az előrébb rangsorolt ellenfelektől a Moson-Magyaróvár. Hát ezzel együtt nem egy jó széria, hogyha az 5. meccsét is elbukja a szezonban Hlavati csapata. Ez így a vendégeké. Rajnohová. Ne feledjük, ember előnyben elég passzív a vendégek játéka, ez így lehetőség. Janurik! Nemhogy besapkázta ellenfelét, hanem egy zsákot húzott fölé. És aztán betömte a száját. Szenzációs Janurik Kinga ebben a szezonban. De már a tavalyiban is az volt. Barján. És ez lehet a 3. meccse az érdek a szezonban, amikor nem kap 20-nál többet. Nyeté, szabad dobás. Krüpeszezák. Havranina. Nyeté a labdával. Kis Saludi. Barján. Tamires lemaradt Havranináról. Szabad dobás. Kis Saludi. Egy technikai hiba. Katarina Krüpes Szezáknál. Csökkenteti a két csapat közötti távolságot a Moson-Magyaróvár. Rajnohová. Kis. Egy szélső befutás. Hát nagyon statikus ez a játék. Nem emberelőnyös figurák. Kihajított labda. Szétesőben a Moson-Magyaróvár. Tán nem túlzás kijelenteni. És hát nem véletlenül utalgattam azért a tavalyi meccsekre. Egy évvel ezelőtt 50 perc után 21-20-ra vezetett csak azért. Még a Moson-Magyaróvár otthonában ugyancsak szoros volt a meccs.
döntetlenről kezdték a hajrát a felek, és úgy nyertenek 3-0-ra a végső szakaszt. Az Érd, ezt pedig saját hárítja. És most is az utolsó 10 percen belül már belemenés. Ezt tovább sikerült engedni. Kisforgolódik, és harcol ki a szabad dobást. De ez is egy apró rontás Andorkától és Hookertől. Rajnohová. Kis. Dombi. Kiegészült az érdi csapat. Rajnohová. Bulatovics volt rajta ez egyszer. Egy villámgyors betörés, ami után csökkenti a differenciát a Moson-Magyaróvár. Krüpeszezák. Azért is lehet 2 percet adni. Filipovics nyomta meg a nyakát. Így is van. 52. perc, Filipovicsot állítja ki a játékvezető. Barján. Kisfaludé. Klivinyi. Visszakerült hozzá a labda, Barján. Nem forgatja le Takácshoz, hanem lő inkább Stoják. Ha kapuval talál, akkor is érvénytelen a gól, lépéshiba volt. Rajnohová, Kis. Barjánt váltja Bulatovics. Rajnohová. Jön Gyivesi a nehéz szüzérség szerepkörében. Csak a Budaörs, illetőleg a Békéssava nem tudott még győzni a forduló előtt, egyébként a Moson-Magyaróvár mellett. Az MTK ugyebár a Fehérvárt múlta felül nagy bravúrral a hétvégén. Kislő, ez most kapu mellé megy. Szinyeté. És ugyan nem nagy a különbség, de egyelőre azért nem érzem azt a Moson-Magyaróvárban, hogy meg tudná fordítani az állást. Kontrollálja a találkozót azért. Barján. Klivinyi. Barján osztja ki a sarokba. Krüpeszezák. Fantasztikus befejezés. És már a passzra is el lehet mondani mindezt. 7. gólja volt Krüpeszezáknak. Említettem a 9-es rekordját. Ezt Békés Csabán érte el. Ami az NB1-et illeti, tavaly még a Gran Canaria ellen érte el ezt a számot. Az EHF kupában a 8-döntő során. Bizik. Rajnohová, ez is 2 perc gyanús volt. Mireia González torokra támadott. Nem teljesen ért ezzel egyet. Az 54. perc felénél. Ez adható volt. Még azzal együtt is ezt mondom, hogy Rajnohovának nem volt nagyon ellenére, hogy kap egyet a nyakára. Mazohista típus. Nettó 6 perc még a találkozóból. Bizik. Technikai hiba. Gyimesi. Rajnohová. Gerhát tért vissza a pályára. Előkészített Rajnohovának. Tökéletesen kijátszott figura. Egy laza ejtéssel a végén. Gondolom kitalálják a befejező ember nevét. Ha nem, akkor segítek Szepési Ivet, a 2-szeres BL győztes. Klivinyi, Barján. Elveszik a labdát az Érdtől. Most zárkózhat a Moson-Magyaróvár viszont. Rajnohová. Dombi fut be a falba. Kis. Vállalta el most Kis, Gerhát. Egyelőre csak a cipőjével tűnik ki, a teljesítményével nem.
azzal krüpesz ezek, aki kitűnik a 8. gólja. A meccsőse egyelőre a balkezes játékos. És a legeredményesebb ilyen formában, ami a jobb szélsőket illeti, és a góllövő listán is nagyon előkelő helyen található. Gerhát, ez most nem az ő bűne volt, nem volt a legpontosabb a passz. A forduló előtt egyébként a negyedik volt Katarina Krüpeszezák a góllövő listán, de az előtte álló Szekercés például egy meccsel többet játszott, óriási kapufada a sánc mellett már nem volt hely, Kisfaludé. Egyenlő létszámban a felek, Mireia González szér vissza. Barján. Havronyina. A beálló megjátszhatatlan ezúttal. Barján nullszögből nem volt esélye. Aztán pedig egy közelharc a labdáért. Szabad dobás kifelé. Csaszoghat vissza a meccsbe a Mosonmagyaróvár. Dombi azért ennél magasabb fordulatszámra kapcsolt, meg is érkezett Kisfaludé Szinyáté közé. Hát azért ebben a szendvicsen nem sok ember szeretne hús lenni. Dombi. Fent a beálló, átlövésből szeretett volna gólt szerezni, de hát alaposan elmérte a célt. Dombi szabaddobása. Rajnohová. Kis. És az idő előre haladtával egyre gyorsabban kéne befejezni az akciókat a Mosonmagyaróvárnak, azonban ez hibákba torkollik. Leperdül a blokkról a labda, Janurik pedig ezúttal is magáévá teszi azt. Nyilván jó értelemben. Barján. Szabó Edina szakítja meg a meccset. 3 perccel a lefújás előtt, 20-18-as érdi vezetésnél. Ez innen már azért óriási bravúrral hozhatja csak vissza a Mosonmagyaróvár. De hát 2 gólt azért nem példanélküli, hogy ledolgoz egy csapat az utolsó 3 percben. Nem véletlen, hogy feszülten magyaráz az érdiek szakvezetője. Elmondtam már, hogy mi lesz a folytatás a bajnokságban a Mosonmagyaróvár számára. És az érd legközelebb, hogy azt már említettem, az MTK otthonában lép pályára. Alig, hanem favoritként, azt követően pedig október 3-án szombaton a DVSC TVP Aquaticon csapatát fogadja. Az előszezonban legyőzte a Debrecen az érdet, de az a meccs egyrészt Debrecenben volt, másrészt azért a felkészülési időszakot nem ildomos összevetni a tétmeccsekkel. A válogatott szünet után jön az FTC Rail Cargo Hungária idegenben, majd 3 komoly fokmérő, egy Dunaújváros elleni hazai csata, egy Fehérvár elleni idegenbeli fellépés, még az év utolsó bajnoki a gyanánt hazai pályán a Siófok elleni meccs november 21-én. Livinyi. Mireia González gyorsítja fel a mozgását, Barján megmenti még a labdát. Kisfaludé. Ha betalál az érd, az akár meccset eldöntő gól is lehet. Mireia González, Kisfaludé a labda. És amellett, hogy kap egy 7 méteres az érdi együttes, tovább szoporodnak Klavati Tamásék problémái, mert hogy egy 2 perces kiállítás Rajnohovának, azonban végül büntetőt nem adtak, csak egy pillanatra mozogtak úgy. 2 féllel a vége előtt érdi ember előny. És meccslabda. Barján. Klivinyi. Egy betörés gyönyörű góllal a végén. Mireia González. Beröpült valósággal a 6-oson belőre, és könnyen lehet, hogy eldönti a mérkőzés az érd javára. 21-18. Több gól a differencia, mint ahány perc hátra van, ez pedig végzetes a kézés matek szerint. Rotálgatja csapatát, Hlavaté próbál egy mobilisabb együttest a pályára küldeni. Bauté. Rékássé.
rohanni a labdáért. Bauti szedi fel a hatoson belülről. Mert az alacsony súlypontú játékosok nem biztos, hogy be tudnak futni a magasabb érdiek mellett. Hát Bauti elég komikus volt, szegény. A szinyáté mellett megpróbált elmenni, de hát ez nyilvánvalóan a fizikai paraméterekből adódik. Belemenés. Krüpes Szezák erőszakolta ki. Bautinak nem volt nagyon társa, aki ezt szerette volna a labdát. Az utolsó 2 percen belül Barján, Klivinyi sikerül még valahogy megszelídíteni a zabolátlan jószágot, azaz a labdát. Mireia González emberrel együtt talál be. 22-18. És akkor szerzi a góljait Mireia González, amikor meccset is el tud vele dönteni. Kis Szinyáténak adnak egy 2 percet. Hihetetlen. Ez neki már a harmadik, így pedig piros lap. Ami ugyan nem von feljelentést maga után, de hát nem csodálom, hogy azért felhúzta magát Mariama Szinyáté. Nem teljesen éreztem ezt jogosnak. Kicsit hasonlóért kapta a kiállítást, mint Angyala Bulatovics Békés Csabán. Nem fogadnék rá nagy téttel, hogy mind a 3-2 perc adható lett volna. Lényeg a lényeg, az utolsó időkérés a tanálkozón 42 másodperccel a lefújás előtt ember előnyben fejezheti majd be a meccset. A Moson-Magyaróvár azonban még 11 másodperc van Rajnahova kiállításából. A tisztes helytállás alig, hanem minden már csak a célja Halvati Tamás csapatának, amely abszolút megvan idén is, tehát amióta Moson-Magyaróvárról beszélünk, azért nem mosta fel a padlót ezzel a csapattal, de a végjáték végig Szabó Edináék javára billenti a mérleg nyelvét. Egy kidolgozott figurára mindenképpen van idő, és akár ezt a 42 másodpercet végig is tudja támadni a Moson-Magyaróvár, ha ügyesen pörgetik a labdát. De az is benne van, hogy villámgyorsan megpróbálják befejezni, és utána a labdát csenni, hogy csökkenjen a különbség. Kis, Bauti, Gerhát, Kis, megvan az ittszer, Janurik bravúria szintúgy! Tökéletesen összefoglalta a meccset az érdi hálóőr. 5. meccsén a 3. találkozója, amikor nem kap 20-nál többet. A magyar bajnokság egyik, ha nem a legjobb formában lévő kapusa Janurik Kinga, és Fekete Bozsana is a pályán. Az utolsó érdi támadás a meccsen, és megvan az első hazai győzelme az érdnek a 2015-16-os szezonban. Krüpes Szezák, övé a meccs utolsó gólja, és karrier csúcsot állít be az ért színeiben, hiszen 9 gólt szerez, amellyel beállítja az NB1-es rekordját, a Békés Csaba ellen volt ugyanennyi gólja. Az ért tehát megszerzi első hazai győzelmét ebben az évadban, 5. meccsén 3. tud győzni a bajnokságban. Legközelebb pedig vasárnap az MTK elleni pályára, mi legközelebb akkor találkozunk. Mára köszönöm szépen a figyelmüket, Katona Szabolcs operatőr kollégám nevében is. Márkos Ádámot hallották, a végeredménnyel búcsúzom. Érd, Moson-Magyaróvár 23-18, viszont hallásra.